templom szeretete, a templomhoz való ragaszkodásunknak a kifejeződése kell legyen a mai ünnep. Mert derék ősök példájára, akiknek nem akarunk méltatlan utódai lenni, nekünk is tisztelnünk kell, és egy szívvel, lélekkel, hálatelt szívvel kell gondolnunk azokra, akiknek az áldozat készségéből ebben a templomban ma imádhatjuk az élő örök Istent. A templom búcsú mindig erről is szól, hogy kicsit emlékezünk és hálát adunk azért, hogy egyáltalán vannak templomaink, amelyek számunkra mindig hordozzák Isten üzenetét. Miért volt kedves őseinknek és miért kell nekünk is mindig kedvesnek legyen a templom? Azért, mert a templom, annyiszor hallottuk már talán, de mindig érdemes újból és újból felidéznünk, hogy a templom az Isten háza, és ebben a mennyországnak a kapuja. Az Isten háza kimagaslik az emberek házai közül, mert még az emberek házaiban a földiekért, addig a templomban a mennyeiekért szorgoskodunk. A templom tornya, mint a hitnek a mutató ujja, felmutat az égre, hogy amikor a mindennapi élet gondjaiban, vagy örömeiben és szomorúságaiban belefelejtkezve elfelejteni az ember, hogy itt csak vándorok vagyunk a földön, szállásunk odafönn van, akkor a torony az apostol szavával figyelmeztesen bennünket, a föld élet zaját túl harsogva, nincsen bennünket, hogy az odafönt valókat keressétek, hol Krisztus van, az Istennek a jobbján. A templom Isten háza, mert itt minden az Istenről beszél. Ami kint a mindennapi élet forgatagában, a kenyérért vívott harcban fülünkbe cseng az ősi átok, arcod verejtékével eszed kenyered, addig az Isten házában a vigasztalás édességét ízleljük. Az itt élő, tanító Krisztus szavaiban, amikor azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok, és terhelve vagytok, és én megenyhítelek titeket. Testvérek, amikor a templomba lépünk, fontos, hogy imádságos lélekkel és töretlen bizalommal lépjünk be. Innen nem megyünk el üres kézzel, ha nem jövünk ide üres szívvel és lélekkel. Ha itt imádkozva lelkünk telítődik erővel, kegyelemmel, ha egy magasabb élet hullámaira érzékeny lelkünket megillet Istennek a közelsége, akkor mi is mondhatjuk Jákobbal, hogy valóban az Úr van ezen a helyen, és nem egyéb ez, mint az Isten háza, a mennyország kapuja. És hallani fogjuk lelkünkben Isten válaszát. Meghallgatta mi imádságotokat, és ezt a helyet áldozatházául választotta magamnak. És füleim figyelnek azok imádságaira, akik ezen a helyen imádkoznak, mert elválasztottam és megszenteltem a helyet, hogy ott legyen az én szívem minden napon. Kedves ünneplő testvéreim, a templom tehát az Isten háza, és ennek a napja ez, amikor templombúcsút ünneplünk. Nem csak ennek a templomnak, hanem minden templom, amelyhez közünk van, ilyenkor kell, hogy a hála legyen érte minden templomért. Ragaszkodjunk templomainkhoz, azzal a szeretettel, melyel őseink ragaszkodtak. Látogassuk azzal a szent érzülettel, mely Isten házához illik. S egész életünkben Isten házát látjuk benne, mármint a templomban, akkor ha elérkezik az nagy pillanat, amikor elbúcsúzva mindentől elindulunk arra nagy útra, mely felé ennek a templomnak a tornya is mutat, mint útmutató, akkor a templom számunkra valóban a mennyország kapuja lesz, annak a mennyországnak, melynek előízét oly sokszor ízleltük, akár ebben a templomban is.